Rallin vagyunk, Kapuáron tetszik lakni? Nem, kérem szépen, Rusliban. És milyen a verseny? Tegnap volt egy komoly menet. Bán voltunk, kérem szépen a fölvezető dolgon, ami a Flóránál volt, és nagyon színvonalas volt, és nagyon szeretjük, meg is nézzük, már minden évben megtanulom. Azon kívül meg hát egy kis rokonsági kapcsolat is van hozzá, teszem, a Fanasi. A felesége indul? Fanasi Józsi. Igen. A feleség, tehát a Fanasi Józsi. Fanasi Józsi, Ő mit csinál? Munnakadásvérem. Hát ő a sofőr, jön. Milyen autóval megy Józsi? Pajero van. Micsubicsi Pajero van. Milyen kategóriában? Hát azt nem tudom megmondani, hogy az, nem vagyok annyira bán. Józsiék hogy állnak egyébként a versenyben? Nem tudom megmondani őszintén, azért jöttem, hogy... Mindjárt rá is nézünk Józsira, hogy hát pont most jön a Micsovicsival. Ó, de pataga! Jaj keresztbe, pataga! Hiaj, murré! Hú-hú! Gabika ilyet úgy csak kaptál, ezt majd megnézheted a boxba. Vannak olyan részek, ahol állnak az emberek, és ott pont gyorsan megyünk. Józsi, mióta megy a terepralliba? Ugye, bán van át már nagyon sok több éve szerepel a dolgokba. Hát múltkor Macsák versenyen ugye a második helyet is írtál, az is egy jó komoly eredménynek tűnik, úgy gondolom. Hát meg hát figyeljük azért a tevékenységét. Hát Józsira odafigyelünk, az egy második hely, a Pajeroval nem rossz, kukkoljuk be. Lisinak volt a Dakar versenyen a társa. Minek? Lisi László. Hát most külön autóban vannak. Igen. Egymás ellen, egyszer együtt és külön is. Mint a szexbe. Hol ezzel, hol külön, hol mindenki mással. A tegnapi eső miatt egy kicsit a forgatás nehézkes volt, de kitaláltuk a tutit, szereztünk egy tankot. Na ez az, amit még nem vezettem, bár voltam katona, tehát tankot vezetni annyira nem egyszerű, ez is ott kezdődik a probléma, hogy a kuplunk kétlábas, de mondjuk akinek kajak a balcombi, az ki tudja nyomni, és a vezetés, ugye nincs benne kormány, csak kettő darab rúd. Na most a lényeg az, hogy amikor behúzod az egyik rudat, arra fele fog fordulni, ugyanis fékezi a lánctalpat, a teljesítmény természetesen megmarad. Van benne ráadásul egy kézi gáz, ahol be kell állítani az alapjáratot, vagy a fölött egy kicsit. Itt nálam egy kicsit 500 fölött volt, elég lett volna az 500 is, tehát 750. Gázpedál, kuplunk, fék, ugyanúgy megvan, tehát végül is ugyanúgy kell vezetni, mint egy autót, csak a kar egy kicsit más, meg a feeling, hát a hang az borzasztó, bár volt nálam füldugó, elfelejtettem bevenni, egy kicsit kellemesebb lett volna, de a barátnődet nettangból hívt föl, mert nem fogjátok egymást hallani. Hello életem, de az Oli épp tankot vezet, úgyhogy nem érek most rá. Mi volt ez itt az előbb? Nissan L200-as. Itt a mi autó.